Jó estét kívánok! Önök a Szertárt, a Kanizsa TV sportmagazinját látják. Mai adásunkban a korábbi történeteinkből válogattunk, tartsanak velünk! A szakértők az egyik legkiválóbb kardioedzésnek tartják a spinninget. A nagy kanizsán is egyre népszerűbb mozgásformával akár 7-800 kalóriát is elégethetünk egy óra alatt. Még decemberben stábunk is kipróbálta ezt az edzéstípust. Egy órával a szerdai edzés előtt érkeztünk Kis Edit spinning instruktorhoz, aki nem csak elméletben, de gyakorlatban is bemutatta nekünk a zenés kerékpáros edzésforma felépítését. A nagykanizsai edző 3 éve kezdett el komolyabban foglalkozni ezzel a mozgástípussal. A spinning az egy nagyon-nagyon jó kardioedzés. Elmondhatom azt, hogy a 2017-es év legjobb kardioedzése címet nyerte el. Ez nagyon-nagyon jó hatással van az emberi szervezetre, abból, hogy erősíti a tüdőt, a szívet, a keringést. Tényleg nincs korhoz kötve. Egyetlen egy magassági szint talán ez a 150 centi, mert hogy le kell, hogy éljen az ember állva a pedára, de ezen kívül nincs meghatározva, mindenki végezheti korra, nemre, től függetlenül. És nagyon sokszor hallom azt, hogy mert fáj a térdem, akkor nem, de. Szinte kivétel nélkül az orvosok egy-egy ilyen jellegű műtét után javasolják a kerékpározást, mert nem terheli meg az izületet, csontokat. Körülbelül a 3-3,5 évvel ezelőtt kerültem közelebbi kapcsolatba a spinninggel. Hát betegségnek annyira nem nevezhetném, de lényeg az, hogy a több vagy hosszabb sportolás után jött egy sarokcsont kinövésem, ami megakadályozott abban, hogy ilyen alakformáló órákon részt vegyek. A sportorvos javaslatára kerékpározásra kellett adni a fejemet, így kerültem el a biciklihez. És igazság szerint annyira megszerettem, hogy már az első fél év után kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy elvégzem magát az edzői státuszt. Azért erre kellett várni, kb. 2 évet. Aztán megkerestek a Fitpointból, hogy szükség lenne edzőre, és akkor ez adta meg az igazi lökést ahhoz, hogy bevállaljam és megtanuljam, és most már helyek közel egy éve edzőként tevékenykedjem. 3 alkalommal vettem részt az alakaros túr, kerékpár túrán, versenyen, és az első év az csak ismerkedés volt vele, de a második éven már a korosztályomban az első helyen végeztem. Hadd ne áruljam alakaromat. Bár lehet, hogyha elmondanám, akkor talán sokkal többen kedvet kapnának hozzá, hogy így az 5. CX felett szerintem egy egész szép teljesítmény. A tavalyi annyira nem sikerült sajnos jól, mert hogy én is megsérdültem térdel, de ettől függetlenül végig tudtam tekerni, csak egy icipicivel rosszabb teljesítménnyel, csak egy picivel. A spinning módszer épít a csapatszellemre is, hiszen 10-15 ember teker egy teremben egy órán át, úgy, hogy közben ritmusos zene szól. A résztvevők gyakran egymást is biztatják, hiszen az edző instrukcióitól függően akár szágulhatnak országúton, vagy megpróbálhatnak hegytetőre is feltekerni. A lényeg az, hogy mit, hogy csináljunk helyesen a kerék pározás folyamán. A spinningben az a jó, hogy nincs különösebben
meghatározó, tehát nincs mozgásforma. De felülsz a kerékpárra, az edző adja az instrukciókat, és ezeket a mozgásokat, ha végzed, már hozzájárultál ahhoz, hogy tegyél az egészségedért. Tehát nem kell se fekvőtámaszt csinálni, sem súlyokat emelni, viszont mégis nagyon jó hatása van a szervezetedre. Egy-egy edzés során, egy intenzíven végzett edzés során 700-800 kalóriát tudunk veszíteni. Az edzés során rengeteg endorfin szabadul föl, ami azt gondolom, hogy csokoládé helyett a legjobb boldogsághormon. Kb. A tényleges tekerés, ami az igazi intenzív tekerés, az olyan 35-40 perc, de az egész egy 50 perc, egy órát tehető, mivel van bemelegítésünk, van levezetésünk és nyújtásunk. Igyekszem a vendégeim kedvére tenni a zeneválasztásban, mert hogy nagyon-nagyon fontos a zeneválasztás, azért, hogy ki tudjunk kapcsolódni, ki tudjuk ereszteni az óra alatt a gőzt. Azt a tényleges mennyiségű 7-800 kalóriát, amit egy-egy ilyen óra alkalmán tudunk veszíteni, az meg legyen. Tehát az óra a zenei anyagát, azt úgy állítom össze, hogy mint akár kint tekernénk szabad levegőn. Egyébként erre is épül maga a spinning, a kinti kerékpározásra. Tehát bele van szőve hegymenet, síkmenet, sprintek, le, föl. Aztán az óra folyamán szeretik a vendégek, ha a keleténél jobban meg tudom őket izzasztani, akár egy egész órás hegymenettel, szokták mondani, hogy fáj a popsi, és akkor szoktam mondani, hogy igen, popsi kímélésen hegymenet 20 perc. Az utóbbi években reneszánszát éli az országúti kerékpározás. Egyre többen döbbennek rá ezen mozgásforma számos pozitív egészségügyi hatására, ami a spinning népszerűségének is jót tesz. Igen, az utóbbi időben nagyon népszerű lett a kerékpározás, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog. Hát, ha csak a magam szeméről beszélek, engem is nagyon megfertőzött anno, és én örömmel veszem, hogy a mai fiatalok körében is elterjedt azt, hogy kerékpára pattan. Túrákat terveznek Balaton körül, Velencei tó körül, ez nagyon jó barátságokat köt, de én azt gondolom, hogy nem csak kint, hanem itt a teremben is elmondhatom, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat jött össze. Az én tapasztalatom szerint tényleg a legfiatalabb, tehát nekem az elmúlt időszakban volt 14 éves vendégem is, de van 60 éves is. Tehát nagyon tág, nagyon tág. A spinning edzést tehát bárki kipróbálhatja, aki magasabb 150 centinél. A szakemberek szerint ez a mozgásforma az egyik leghasznosabb, hiszen kiváló feszültséglevezető és még küzdeni is megtanít. 10-szer is 12 órán át rúgták a bőrt a cserháti csarnokban. 2018 utolsó szombatján rendezték a komoly múlttal rendelkező félnapos teremlabdarúgó tornát. A megmérettetésen minden évben 8 csapat vesz részt. Több ezer gólt láthattak már a csapatok az eddigi 12 órás tornákon, és 2018-ban sem volt hiány a szép találatokból. A tornán szereplő játékosok zöme egykori iskola és sporttársak, valamint barátok. A 12 órás bajnokság kezdetben egy éjszakai kupa volt, de pár éve már reggel kezdődik a megmérettetés. Egy elég nagy baráti társasággal jártunk focizni a Mindenki sportpályájára, és arra gondoltunk, hogy átfocizhatnánk az egész éjszakát. Az első ilyen torna az éjszaka zajlott, este 8-tól reggel 8-ig. Ezt követte télen egy napközbeni torna, amiből aztán hagyomány született, hogy inkább minden télen teremben találkozunk és összemérjük az erőnket.
Most a közösségi oldalán az eseménynek láttam, hogy tulajdonképpen még mindig ez a baráti társaság, ami összekovácsolja a tornát, hiszen nagyon sok csapat visszatér. Mennyire helytálló ez? Ez abszolút helytálló. Körülbelül 80%-a, aki részt vett legalább 5 tornán, de lehet, hogy még keveset is mondtam, abszolút arról szól, hogy ugyanazok az emberek itt találkoznak, beszélgetnek, fociznak, ismerkednek. A félnapos tornán mindig 8 csapat vesz részt, és minden társaság körmérkőzéses rendszerben kétszer játszik egymással. Van egy olyan csapat, aki eddig 7-szer hódította el a kupát, elnézést, 6-szor hódította el a kupát. Ettől függetlenül nem az eredménye fontos, hanem a részvétel. A rangsort azt a végén a szerzett pontok alapján hozzuk meg. Győztes meccsekért 3 pontjára, döntetlenekért 1 pont, a vereségekért 0 pont. Mindenki mindenkivel 2-szer játszik, és így alakul ki a végeredmény. Ezen kívül hirdetünk legjobb játékost, legszebb gólt és legjobb kapust is. A Pókok csapata a kezdetektől részt vesz a 12 órás tornán. A zöld felsőben szereplő baráti társaság már szinte kizárólag csak erre, illetve az ehhez hasonló megmérettetésekre koncentrál. Ez a Pókok csapat, és immáron tradicionálisan 9. alkalommal indultunk a tornán. Sajnos megnyerni még nem sikerült ezt a kupát, és valószínűleg ez már kimarad a gyűjteményből, de örülünk neki, hogy itt lehetünk, és mindenki itt van a csapatban. A miénk egy abszolút baráti csapat, már nagyon régóta, még a Pécsi Egyetemi idők óta együtt focizunk. Rég korábban voltak megyei játékosok, tehát megye 1-től elkezdve megye 3-ig voltak mindenhonnan játékosok, most már egy úriember van, aki még a megye 3-ban küzd, vagy pontosabban 2, de most már azért zömében mindenki abba hagyta a nagypályás labdarúgást. Most győzelemmel kezdtük az első meccset, remélem így fogjuk folytatni, és talán a dobogó alsó fokát megcsíphetjük. Az első két helyre megszokott a kispályásokat, és most az Ámon Isti fajta féle csapatot várom. Ők azért mindig jól szoktak szerepelni, és ők döntenek a kupa sorsáról. Nem sok terem tornája meg ilyen szép kort, mint a 12 órás megmérettetés. A szervezők és a játékosok szerint a torna sikere a baráti hangulatban és a sportszerű hozzáállásban rejlik. Valószínűleg, hogy ugyanazok az arc játékosok játszanak az elmúlt 10 év óta, és reméljük ez még így is marad, és mindenki itt lesz jövőre is. A szervezők csak kisebb változtatásokat terveznek a jövőt illetően. 2019-ben is szeretnék a már megszokott résztvevőkkel megszervezni a 12 órás tornát. A változás mindenképp lesz a jövő évtől. Mindenképpen meg fog maradni a hagyomány. Össze fogunk jönni, ugyanazok fognak összejönni, nem akarunk ebből egy versenykényszeres tornát csinálni. Ettől függetlenül örülnénk, hogyha minél több kanizsai kilátogatna. Azt hiszem ennyi. Remélem, hogy még sokáig itt leszünk. A tornán végül a harmadik helyet a Lozó tím, a másodikat pedig a Csürhe csapata szerezte meg. A 12 órás bajnokság győztese pedig a több nagykanizsai futszál klubot is erősítő játékossal felálló kispályások csapata lett. Februárban megnyílt Nagykanizsa első darts klubja. Az eseményen a többszörös magyar bajnok Székely Penge Pál is részt vett. A klubot létrehozó egyesület gyakorlási lehetőség biztosítása mellett még városi bajnokságot is indított. Két teremmel várja Nagykanizsa első darts klubja a sportág iránt érdeklődőket. Az egyesületet egy olyan baráti társaság alapította, amelynek eltökélt szándéka a sportág népszerűsítése. Rengeteg versenyen jártunk a környékbe, Zalaegerszeg, Keszthely, Körmenden játszottunk Pécsen, Komlón, és úgy gondoltunk, hogy ez a város is megérdemelni azt, hogy legyen egy olyan egyesülete, ahol van a környező régiókból szeretete jöhetnek a
dárcot kedvelők játszani. Az alapítók hosszú utat jártak be, mire valóra váltották álmukat, és létrehoztak egy olyan helyet, ahol nem csak ők hódolhatnak a sportág iránti szenvedélyüknek. Jövőbeli terveik között a városi bajnokság elindítása is szerepel. Mivel ugye mi hivatalos egyesület vagyunk, tehát heti, ez most még kialakulóban van, heti 2-3 alkalommal fogunk biztosítani a tagjainknak gyakorlási lehetőséget, illetve a versenyzések kapcsán magát a versenyszituációt, hogy meg tudják tanulni, illetve ezeket a dolgokat úgy sajátítsák el, hogy akár más poronban is sikeresen szerepelhessenek. A klubavatón a többszörös magyar bajnok Székely Penge Pál is ott volt. A profi dárc versenyző szerint a sport egyre nagyobb népszerűségnek örvend minden korosztályban. Hétről hétre nyílnak meg hasonló klubok az országban. Rengetegen űzik már ezt a sportot, és próbálják újra meg újra megdobni azokat az értékeket, amiket a tévében látnak. És rengetegen, egész kiskortól kezdve nagyon, nagyon sokan kezdenek el versenyszerűen játszani, és ilyen kis közösségek alakulnak egyre többen, és most már szerény számításaim szerint közel 100 000 játsszák ezt a sportot, ha nem is versenyszinten. Én még nem láttam embert, akinek ne tetszene ez a sport. Az egyik legegyszerűbb sportról beszélünk a világon, mint költségileg, mint játékilag, hiszen miről szól ez a sport? Odaállunk, fogunk egy aránylag olcsó nyilat, egy aránylag olcsó darctáblát, és beledobjuk. És oda kell dobni, ahova szeretnénk. Igen, ez gyakorlás kérdése, sok-sok idő, de nagyon hamar sikerélményt fog okozni. Bármelyik gyereket 9 éves kortól, sőt 7 éves kortól fölfele odaállítunk a darctábla elé, egy 10-15 perc dartozás után már nem tudjuk leszedni róla, és főleg azért, mert nagyon hamar sikerélménye lesz, hogy eltalálja a táblát 3 nyíllal. És ahogy gyakorol, úgy lesz egyre pontosabb, egyre ügyesebb, úgyhogy ez egy nagyon gyorsan és könnyen tanulható, és még egyszer mondom, nagyon olcsó sport. Székely Penge Pál főiskolás évei alatt kézilabda kapusként hárította az ellenfél támadásait, nem sokkal később azonban nyilakra cserélte a labdát. Kézilabda kapus voltam a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, amikor egyszer csak nem tudtam tovább csinálni, mert a profi pályafutásnak nem volt lehetősége, és születésnapi ajándékra kaptam az akkor éppen ifjúsági Európa bajnok öcsémtől egy darckészletet és egy szombathelyi címet, hogy hol lehet darcozni. És abban a pillanatban beleszerettem, amikor eldobtam az első 3 nyilat. A Penge becenép sem véletlen ragadt rá a darts bajnokra. Biztos mindenki emlékszik a Penge című filmre, a legelsőre. Éppen akkor Tight ment a moziba, és ott a legelején a vérdiszkóban, amikor összegyűlnek a vámpirok, és nagy iszomhatnék támad bennük, akkor megjelenik a Penge, elcsendesül minden, megropogtatja a nyakát, körülbelül így, hogy... És elkezdi kaszabolni őket. Na most én minden mérkőzésem mellett egy hasonlót csinálok. Székely Penge Pál azt is elárulta, hogy ki is az ő igazi példaképe. A Phil Taylor az én példaképem, ő rajta nőttem föl, rongyosan néztem Eric Bristol és Phil Taylor videókazettákat, amiket úgy csempésztek be nekünk még az országba 25 évvel ezelőtt, mert nem lehetett hozzájutni. Úgyhogy ő az abszolút darcisten nálam. A darts világbajnokságot a sportág szülőhazájában, Nagy-Britanniában rendezték meg. A minden idők legnagyobb VB-jeként emlegetett tornán 96-an indultak, köztük 2 női versenyző. Az idei bajnokság azonban más szempontból is különleges volt. Ez a VB volt, hogy az első Phil Taylor nélkül zajlódott le, és én úgy érzem, hogy az ő szelleme volt ott ezen a világbajnokságon, mert a rengeteg úgymond másod-harmad sorból jövő játékos olyan szenzációs játékot nyújtott, hogy már az elején ütötte ki a nagy neveket, és egy nagyon kiegyenlített világbajnokságot láthattunk. Ebből egy picit azért kinőtt Michael van Gerwen, aki végigtarolta úgymond az egész mezőnyt, nagyon összeszedetten játszott, de a mögötte lévő mezőny az nagyon egységes, nagyon heterogén ebből a szempontból, hogy most ki az, aki újabb játékos, ki az, aki régebbi játékos, és ez nagyon jót fog tenni a sportágnak. Székely Penge Pál legközelebb Szlovákiában versenyez, legfőbb célja pedig, hogy ranglista pontok alapján kerüljön be a világbajnokságra. Mivel a sport fizikai és mentális kihívásokkal van tele, ezért elengedhetetlen számára a rendszeres gyakorlás. Nekem megvan a napi edzés rutinom, most már 3-3,5 órát mindenféleképpen tábla előtt töltök egy nap, de van, amikor 4-et is.
Emellett folyamatosan kondicionáló edzéseket, itt most nem bodybuilder edzésekről beszélünk, hanem állóképességfejlesztés, izomerőfejlesztés, hogy a vállamat meg tudjam tartani ilyen hosszú időn keresztül, a derekamat tudjam tehermentesíteni, hiszen nagyon sokat állunk, tehát ezeket mind-mind fejleszteni kell, és így nagyjából egy olyan 6-8 órát foglalkozok egy nap a darccal és a hozzátartozó körítéssel. A darcot sokáig a kocsmasportok között tartották számon, már azonban végleg kitört korábbi státuszából. Minden sport kocsma mellől indult. Ha jól belegondolunk, az általunk imádott és világszinten is imádott futball és Angliában a kocsma mellől indult, hiszen a kocsma mellett kezdtek el focizni, aztán a pálya mellé került a kocsma, tehát igazából az is egy kocsma sport, ha ezt így vesszük. A darts már rég kinőtte ezt, most már azt mondom, hogy legalább 20 éve nem tartozik a kocsma sportok közé, hiszen azok, akik ezt versenyszerűen csinálják és komolyan veszik, azok nagyon odafigyelnek arra, hogy ők főleg Magyarországon alkoholmentesen, hiszen Magyarországon a teljes versenyrendszerben tilos alkoholt használni versenyzés közben, illetve hogy a külsőségek is nem egy kocsmához hasonlítanak, annak ellenére, hogy lent a nézőtéren, ugyanúgy, ahogy a futballmeccsek lelátóin folyik a sör, és jól érzik magukat a nézők, de a versenyzők maguk egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt, és hát a körítés az meg szerintem egy profi boxgálát megszégyenít. A megnyitón bárki kihívhatta Székely Pengepált egy versenyre, és a többszörös magyar bajnok hasznos tanácsokkal is ellátta az érdeklődőket. Rász a lábadra, kényelmet legyen. Ami fontos, a dobó vál, az lehetőség szerint középen, és minél jobban hátra a bal vállam, csak egyenesen kelljen kinyújtani. Értelemszerűen Phil Taylor volt a világ egyetlen játékosa, aki ezt teljesen merőlegesen tudta csinálni. Tehát nekem is beljebb van. De ez a feladat, mert így tudod megtartani a testet, és így tudod csak a kezedet dobni. Az Egyesület jelenleg 35 tagot számlál, de kortól és nemtől függetlenül bárkit szívesen látnak soraikban. Először bizonyíthatott felnőtt Európa-bajnokságon Borsos Fanni. A nagykanizsai polgári sportlövész egyes sportolója a horvátországi Eszéken képviselte Magyarországot. A fiatal tehetség egyéniben, csapatban és vegyes párosban is lőállásba lépett a kontinens tornán. Kitartóan gyakorol nap, mint nap Borsos Fanni, akinek ez az eredményein is meglátszik, hiszen bekerült a felnőtt magyar válogatottba. A PLS a nagykanizsa sportlövője, az edzések mellett az utóbbi hónapokban rengeteg versenyen is részt vett. Fanni nagyon sok versenyen volt, tehát volt, részt vett a szlovén ligába, magyar versenyeken, kupákon, és mindenhol jó szerepelt, tehát a válogató versenyeken is. Általában ott volt az első 3-4-5 között, tehát hogy benn van ott az első 5-6 versenyző között, akik tehát bekerültek a válogatottba, és így meg tudta lőni a válogatott szintet, és hát Európa-bajnokságra ki tudott jutni. Ebben az évben megindultak a válogató versenyek, még most is tartanak, de az EB-re a válogató verseny lementek, és ezek alapján ugye bekerültem az első 6-ba a nők között, és talán így erre vagyok így összességében a legbüszkébb, mert így tudtam hozni egy olyan átlagot, amivel bekerülhettem, és kijuthattam most így az EB-re, és bizalmat kaphattam a szövetségtől, hogy a nők között megpróbáljam magamat. Az Európa-bajnokságon 10 méteres alapversenyben női egyéniben végül a 35. helyen végzett Fanni, a női légpuskás trió tagjaként pedig a 6. helyen zárt. Vegyes párosban is megmérettette magát a délzalai tehetség. A sportág magyar ikonjának, Sidi Péternek az oldalán a 24. helyezést szerezték meg. A Fanninak jól ment a verseny, azt hozta, amit tud, tehát amit itthon is tudott lőni, ugyanazt meg tudta lőni ottkint is, tehát nem rontott. Hát az, hogy a 35. lett egyéniben, hát azt már olyan sűrű a mezőny, hogy egy-két tizeddel 10 helyezést lehet előrelépni, tehát vagy visszacsúszni. Hát ő most lőtt 622,3-at, hogyha 623,3-at lő, akkor ma ott lett volna szerintem az első 15 között. Büszke vagyok arra, hogy idáig eljutottunk, mert azért sok edzés munka áll ez mögött,
ugye heti 4-5 edzés, akkor mellette a fizikai edzések, illetve majdnem minden hétvégén a versenyek. Színvonalas volt nagyon, és olyan nevekkel, emberekkel találkozhatunk, és láthatunk őket lőni, akiket eddig csak a tévéből ismertünk. Nagyon sokat tanultam ettől a versenytől, és illetve nagyon örülök neki, hogy a Sidi Peti oldalán is lőttem, mivel nekem ez nagyon sokat segített a továbbiakban, hogy láthattam egy ilyen profi versenyzőt is. Mindenképpen az izgalom legyőzése, mert azért egy ilyen versenyen már a szívdobogás, kézremegés azért ott van, és láttam, hogy például a Péter is, hogy milyen lazán kezeli ezt a helyzetet, és hát azért van hova fejlődni nyilván, és így nagyon jó volt az oldalán lőni. Ilyen megnyugodtam én is. Remélem, hogy elősegíti. Hát a Sidi Péter az egy nagyon jó versenyző. Hát most már azt hiszem a 4. olimpiája volt. Tehát ő egy tapasztalt versenyző. Hát Fanni ővel volt párba, és ott is nem rontottak. Tehát az első szám a magyar párost azt megelőzték. Bár ott jártunkkor csak a kanizsai lőlapokra célzott Fanni, de a fiatal sportlövőnek már a következő olimpián való részvétel is ott lebeg a célkeresztjében. Mindenképpen az olimpia a cél, mivel ahogy Kartyvács is mondta, ez egy olimpiai szám, tehát kisebb célom szerintem nem is lehetne, mint az olimpia. Hát a következő olimpiára azért már erősen szeretnék ott lenni és bizonyítani, talán sikerül is. A Fanninak továbbra is az a cél, hogy bent legyen a válogatottban, és hát nem tudom, hogy olimpiai kvótát tud-e szerezni, az még nem biztos. Lehet, hogy most nem, majd talán a következő olimpiára. De hát a cél mindenképpen az, hogy tehát mivel az olimpiai versenyszám, tehát mindenképp az olimpia cél. Tartósan bent van a válogatottban, és viszik a világkupára, akkor ott lehet kvótát szerezni. Borsos Fanni elszántságát jól mutatja, hogy a magyarországi versenyek mellett a szlovén bajnokság megmérettetésein is rendszeresen indul az egyik muravidéki klub színeiben. Azért, hogy elérje célját, ami pedig nem más, mint Magyarországot képviselni az ötkarikás játékokon. Ennyi volt már a szertár nyári ismétlésének második adása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, sportos, jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!